tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet, elcsendesedett lélekkel együtt imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten dicsőségére, lelkünk épülésére a 254-es énekünknek a B változatát énekeljük. A 254-es énekünknek a B változatát, annak első versét énekeljük, erős várunk nékünk az Isten. Szeretett testvéreim, mennyei elhívás részesei,
Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához. Vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részességévé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizodalmat, amely kezdetben él bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, együtt imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk átházni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő ígéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim a 462-es énekünknek mind a három versét. A 462-es énekünknek mind a három verszakával dicsérjük Istent, itt van szívem, neked adom, Uram.
felséges Istenünk, mennyei édes jó atyánk, azzal a hittel, reménységgel, meggyőződéssel állunk meg te előtted, hogy ez a kis közösség, ez az Isten tisztelet nem egy elszigetelt jelenség világunkban, hanem velünk együtt, közösen, a bizonságtevőknek fellege ma nevedről zeng dicséretet, és mondja el, hogy hatalmas, szerető Isten vagy. Azzal a meggyőződéssel állunk előtted, Uram, hogy próbáljuk nem elfelejteni, meggyőzni egymást, magunkat, hogy elődeinknek, hitvalló őseinknek, a ránk bízott örökössei vagyunk, akiknek nem csak kötelességük, lehetőségük, Istentől kapott drága ajándékuk, bizonságot tenni arról, hogy volt és van és lesz egy Krisztus, aki mindörökké ugyanaz, aki próféta, főpap, király, aki igéjével és szent lelkével kormányoz, és a nekünk szerzett válságban oltalmaz és megtart. Mint hűséges munkatársak, megváltottak, akiket nem aranyon vagy ezüstön, hanem életeden váltottál meg. Ma, Uram, a reformáció szellemében kérünk, újítsd meg az életünket. Új szívet adj, lelkesedést. Töltsd meg sokszor üres lelkünket hittel, szeretettel és reménységgel, hogy így megerősödve tudjuk mondani, te velünk vagy minden nap, hogy megújítsd az életet. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 475-ös énekünk első két versét énekeljük. Kérem, hogy ének alatt a gyerekek vonuljanak át a vallástanárnővel a gyülekezeti terembe. A 475-ös ének első és második versét énekeljük, új szívet adj, Uram, én nekem. Segítsen valamit. Írott levél,
negyedik fejezetének 14-től 16-ig terjedő verseiből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő ígéje által a zsidókhoz írott levél negyedik részének 14-től 16-ig terjedő verseiben, felolvasom hálaadással, figyelemmel hallgassuk meg. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ez Istennek ígéje. Kedves testvéreim, tudom, hogy nem szoktak így kezdeni ige hirdetést, prédikációt. Én se így szerettem volna kezdeni a mai prédikációt, de van egy mulasztásom, amiért is bocsánatot szeretnék kérni a gyülekezettől. A múlt vasárnap szétszórottságomban, odament figyelésemben elfelejtettem hirdetni a szószékről a gyülekezetnek, hogy október 31-én a reformáció emléknapján délután istentisztelet lesz. Elbizonytalanítottam a református embereket, amiért még egyszer elnézést kérek. Ha a jövőben is megfordulnak ilyen mulasztások, bátran tessenek figyelmeztetni, felszólni, hogy kimaradtak a hirdetések, hogy ne kövessek el ilyen hibákat. Azért kérek elnézést, mert utána segítséget is kértem, és köszönöm szépen a vallás tanárnőnek, a biblia órásoknak, hogy azért megtartottuk az Isten tiszteletet, és majdnem 100-an eljöttek október 31-én a délelőtti Isten tiszteletre. Egy tartozás, egy adósság a délutánira. Rosszul mondtam, igen. A tartozást szeretném lerúgni azzal, hogy a mai vasárnap, bár nem a reformációnak az emléknapja, én mégis egy olyan ígét választottam, egy olyan prédikációval készültem, amely nem csak emléket állít a reformációnak, hanem amely a prédikáció másik részében olyan buzdítást, bátorítást is ad, hogy merjünk 2014-ben a mai világban, mint reformátusok, visszatérni, megújulni hitünkben, fogadalmunkban, Istenhez való tartozásunkban. Igen, reformációi ige hirdetés. De mi is az a reformáció? És akkor próbálom tanításképpen elmondani a gyülekezetnek, vagy feleleveníteni, hiszen bizonyára önök közül talán többet tudnak sokan a reformációról, mint amit én itt most elmondok. Tehát a prédikáció első részében úgy vázlatosan történelmileg érinteni fogom, hogy mi is történt, vagy mit jelent a reformáció, és a második részben a feladatot fogom meghatározni. Reformáció. És hogyha ezt a szót kimondjuk, akkor azt kell lássuk, hogy tulajdonképpen a reformáció kétféleképpen történhet. Mondhatjuk úgy, hogy a reformáció a történelem folyamán két fronton működik. Az egyik az a reformáció, amikor a vallást, az embereknek a hitről tett vallásosságukat próbálják,
próbáljuk visszahelyezni az emberi életekbe, a családokba, az otthonokba, a társadalomba. Mert hogyha a statisztikát figyelünk, akkor azt látjuk, hogy elindult egy folyamat, elkezdődött nem a liberalizmus korában, mert mi ezt a kort éljük most, elkezdődött testvéreim egy olyan mozgalom, amikor embereknek nagy százai vagy ezrelékei otthagyják a vallást. Nem élnek vallásos életet, nem olvasnak Bibliát, nem járnak templomba, nem tartoznak egy közösséghez, nem ateisták, nem Isten tagadók ők, hanem kimondják, hogy tudok én élni Krisztussal, hitben, meg tudom én a kapcsolatomat teremteni az Úristennel az én otthonomban, magányomban. Na most már egymás hite által erősödünk és épülünk, és akkor azt mondjuk, hogy mindent meg kell tenni. Igen, ami rajtunk áll, mindent meg kell cselekedjünk, testvéreim, hogy ez a vallásos élet, az, hogy van egy közösség, vallástétel, visszakerüljön az otthonokba, ahol megvallják az emberek szégyen nélkül terített asztalnál is, hogy az étel az Jézus Krisztustól van, Isten áldásaképpen kerül az asztalunkra. Vallást kell tenni nekünk arról az, ami ide ki van írva, hogy életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Tehát megtenni mindent, hogy újra vallásosak legyenek az emberek. A másik, ami nagyon fontos, a második front az az, amikor az embert, mint egyént, mint szemét vissza kell hozni a közösségbe. A másik reformáció az, amikor az embert, akit elrabolt, kikért a sátán, aki a perifériára szorult, akinek elengedtük valamilyen oknál fogva a kezét, az embert visszahozzuk a vallásos közösségbe, hogy gyógyuljon a lelke, az élete. Most már ez a kettős, hogy a vallás bevinni az ember életébe, és az embert behozni a vallásba, ez egy állandó folyamat, ez a Semper Reformandi állandóan megújulni elv alapján működhet. Hogyha az elsőt, hogy vallásossá kell tenni az embereket, a vallás be kell vinni újra a mindennapi életnek a cselekedetei közé, akkor azt látjuk, hogy ez végigvonul az emberiségnek a történetén, hiszen figyeljük csak meg a nagy reformátorokat, és most már Mózest vegyük elsőnek, aki tulajdonképpen nem csak azért nagy, mert Isten parancsából, segítségével kihozta a népet Egyiptomból, a rabságból, és elvitte az ígéret földjére. Mózes azért nagy, mert egy vallás nélküli népet ott Egyiptomba, azokat, akik nem ismerték atyáiknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istenét, először vallásossá tett. Mert addig nem jöttek ki az emberek, nem hallgattak Mózesre, nem engedelmeskedtek, amíg nem vallották meg, hogy az atyáknak az Istene a mi Istenünk, aki előttünk fog menni éjjel tűzoszlopban és nappal felhőoszlopban. De olvasunk a vallásosságnak a megújulásáról a Krónikák második könyve, a zsidók történelmét írja le, a Krónikák második könyvének 18. fejezetében egy nagy reformátorról, Jósiás királyról, azt írja a Szentírás róla, így kezdődik, hogy azt cselekedte, amit jónak lát az Isten.
megújítja a templomot, felújítja, széppé, impozánssá teszi, olyanná, mint a mi templomunk. És miközben újítják, javítják a templomot, az egyik pap megtalálja a törvénynek könyvét, a 10 parancsolatot, oda viszik, mint valami újdonságot, és akkor Jósiás király elrendeli a vallásos reformot, összegyűjti a népet, és a megújult templomba felolvastatja a 10 parancsolatot, fogadalmat tesz, megesküszik a nép, hogy ezután vallást tesznek arról, hogy Isten Úr, vallást tesznek arról, hogy követni fogják, szolgálni, mint ahogy Jósiás is, Józsué is, mikor bement Kánaán földjére, a Sikemi országgyűlésen megeskedte őket. De szintén a vallást próbálta visszavinni, oda helyezni az embereknek az életébe a másik nagy reformátor, Illés próféta. Egy életen át fájt, szenvedett, küszködött, mert azt látta, hogy elhagyták, már nem vallották Istent teremtőjüknek, gondviselőjüknek, hanem pogány kultuszokat ünnepeltek ligetekben, Baálnak áldoztak, és a Kármel hegyén azt mondta, aki az Úré, az jöjjön ide, mert ott az Úristen megmutatta hatalmát, megújította, vallást tettek, és akkor szintén keresztelő Jánosnak a mozdulatát fedezzük fel, aki látja, hogy népének több ezer éves múltjában megint csak sérült a vallás, megint csak külsőségek, formaságoknak, szertartásoknak a hatalma lett, amikor kimegy a pusztába, és azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Igen, testvéreim, ezek a dolgok a történelem folyamán mind egymásba kapaszkodva mutatják, hogy Isten mindig kiválaszt népeket, embereket, közösségeket, hogyha elvesz, eltapossák, háttérbe szorítsák a vallást, akkor ez a vallás újra ott legyen, mint drága kincs mindannyiunknak az életébe. Ebbe a vallásos megújulásba sorolható be 1517, az október 31 dátumhoz kötött reformáció, amikor az akkori középkori katolikus egyházat próbálják megújítani, megtisztítani, visszatérni az alapokhoz. De tessék csak megnézni a mi világunkat, hiszen mi se vagyunk kivételek, a mi generációnkat is felhasználta az Úristen, én csak úgy csodálatosan, mert Isten hatalma az, ami történt, hogy 1989 után mennyi minden történt, amikor a vallást próbáltuk visszahelyezni az életünknek központjába, a mindennapi élet mozdulatai közé, újra bevezették az iskolába a vallást, ahol vallásórát tartanak a gyerekeknek. Nézzük meg, hogy vallásos érzelmű emberek létrehoztak alapítványokat, árvaházakat, öreg otthonokat. Ma már a könyvtárban, vagy mindenkinek a könyvtárában előkerült az elrejtett, eldugott, szülőktől kapott Biblia. Igen, ma már nem szégyen vallásos embernek lenni. Ma már vendéglőkben, ünnephelyeken, rendezvényeken meghívnak lelkipásztorokat, mint ahogy minket is meghívtak az időseknek az ünnepére, és lehetőséget adtak, hogy mint Jézus Krisztusnak szolgái bátorítsuk,
idős embereknek az életét, és mondjuk el, hogy igen, most már vallást lehet tenni arról a drága kincsről, hitről, amit jelent számunkra a reánk hagyott testamentum és örökség. Ez a vallás, és ez a reformáció, amikor valamit tudunk tenni, egy elfelejtett, egy elnyomott, egy elciprott dolgot újra visszahelyezünk. Reformáció. És akkor, mikor mondjuk ezt a szót, testvéreim, hogy visszahelyezni valamit az eredeti helyére, oda, ahová az Úristen helyezte, akkor el kell még mondanom, hogy a történelem szakosodott. És amikor azt mondom, hogy a történelem szakosodott, akkor ezt azért emelem ki, mert amikor visszahelyeznek valamit az eredeti helyébe, akkor tulajdonképpen ezt a szót használják, hogy reformálni, visszaalakítani, visszaújítani, de hát hogyha az egész emberi életet nem csak vallásos szempontból nézzük, akkor találunk ilyen kifejezéseket, amik hát nem szinonimái, és mégis megfelelői a reformáció kifejezésének, mint például a reneszánsz. Az 1400-as években indul el Firenzéből Dante az első nagy képviselője. Aztán majd elterjed Európában, művészetben, irodalomban, tudományos forradalomként tartják számon a reneszánszot, amikor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy újra születni, felfedezni, és ekkor indul el, hogy azt mondják, hogy felfedezik újjá ébredésként. Látják a görög, a római műveltséget szobrászatban is mindenhol, és kezdik elővenni a rég elfelejtett, bemohosodott dolgokat. De ugyancsak, hogyha a jog vagy egészségügy területére megyünk, akkor találkozunk a reformációval, a reneszánszal, amikor azt mondják, hogy rehabilitáció. Mert jogilag rehabilitálni azt jelenti, hogy valakit, akit elítéltek, a bűnöst, azt, akit megbélyegeztek, azt, akit kizártak egy közösségből, rehabilitálják, vagyis visszaadják neki a jogát, visszakapja a tulajdonságait, a méltóságát, vagy egy beteg, aki egy súlyos balesetet szenved, és sérült lesz, akkor addig nem engedik haza a kórházból, amíg nem esik át egy rehabilitációs időszakon, korszakon, ami azt jelenti, hogy megtanítják újra használni a kezét, ami lehet már műkész, vagy hogy kell egy tolószékban méltósággal élni, rehabilitálnak valakit egészségileg, jogilag. Na most mi a reformáció? Hát a reformáció azt mondjuk, hogy megújulás. De azt mondjuk, hogy rehabilitálás. Igen, visszahelyezni oda egy emberi közösséget, visszahelyezni egy emberi életet, mert Isten azt akarja, hogy az ember, akit bántottak, akit kizártak, mert vallásos volt, mert hitt az Úristenbe, mert imádkozott, mert passzív lett. Igen, Isten vissza akarja helyezni a mi életünket oda, ahol nekünk a helyünk van. Készülve erre a szolgálatra, megállok ennél a szónál, hogy rehabilitálás, mert itt van egy másik szó is, hogy reintegrálás, vagyis újra vissza integrálni, bekapcsolni azt a szemét az életbe. Most már amikor ezeket a szavakat mondom, idegenek, de mindegyik valahol a mindennapi élet használatban felszínre hozza, elénk tárja azokat a csodákat, amikor azt látjuk,
hogy egy gyermek, akit elhagyott az édesanyja, édesapja vagy árva lett egy vallásos közösségben, hogy próbálják integrálni, hogy próbálják visszakapcsolni a társadalomba, hogy próbálnak neki méltóságot adni, rehabilitálni egy közösséget, akkor, amikor van restitúció in integrum, amikor harcolunk, hogy visszakapjuk jogos tulajdonunkat, rehabilitálják azokat az embereket, mondom a példát, akik Sepsiszentgyörgyön a Mikó kollégiumot, hogy merték visszaadni jogos tulajdonossának a református egyháznak, mondja a román állam és törvényjog. Igen, a magyarságot is, az erdélyi népet is. A reformáció ezt jelenti, hogy minden téren megtenni, ami rajtam áll. Nem sokára itt van karácsony, és készülve a szolgálatra olvastam, testvéreim, hogy mi olyan csodálatosnak tartjuk és szépnek, hogy Isten nekünk adta Jézus Krisztust. És van egy új gondolat a felolvasott ige kapcsán, amikor azt mondja, hogy nem csak az történik, hogy Isten Jézust, az ő fiát az embereknek adja, hanem itt valami csodálatosabb történik. Isten az embert Jézus Krisztusnak adja. Isten nem adja oda a sátánnak, egy emberi életet se ad oda. Még a Jób könyvében is ezt olvassuk, hogy megpróbálhatod, mondja a sátánnak, de az életét nem adom oda. Igen, milyen csodálatos reformációi gondolat, hogy én tudom, hogy Isten engemet, a gyermekeimet, a családomat, ezt a gyülekezetet, akinek szolgálok és szeretem, ezt Jézus Krisztusnak adta, hogy vigyázzon rá. Vagy úgy, ahogy a Heidelbergi K.T. mondja, az atya előtt imádkozzon érettünk. Azt mondtam, hogyha volt ez a vallás bevinni a mindennapi életbe, akkor a másik az, amikor Jézust hozzuk be a mi életünkbe. És ezért olvastam a zsidókhoz írott levelet, ahol azt mondja, hogy van főpapunk, járuljunk hozzá bizalommal. Igaz, hogy áthatolt az ezeket. Azt mondja, hogy jobban kell figyelni azokra, amiket hallottunk, hogy nehogy valahogy elsodródjunk, elvigyen minket, ó testvéreim, talán külön prédikáció, beszélgetés kellene legyen, hogy ebben az életben mennyi mindenre oda tudunk figyelni. Buta a példa, de azért mondom, hogy legyen kirívó, ha belép a házunkba egy ekkoracska kicsi egér. Úgy figyelünk, hogy nehogy a kamara ajtó nyitva maradjon, tudom én, mert hát így ősszel beköltöznek az egerek. Úgy figyelünk, semmi élelmet nem hagyunk nyitva, lefedünk. Még éjszaka is megrebbenünk fel, hogy megint kapar az az egér. Mennyi mindent megteszünk. Rendes küzdelmet fogyunk, hogy kikergessük a lakásunkból. Igen, testvéreim, figyelünk a hírekre, és most jön a tél gumicsere. Figyelünk arra, hogy zárjuk el a csapokat, hogy ne fagyjon el. Figyelünk, hogy valaki megint csak elment közülünk. Igen, van mire figyelni. És azt mondja ez a felolvasott ige, hogy figyeljünk azért Jézus Krisztusra is. Figyeljetek arra a főpapra, aki az életét adta. Figyeljetek, mert ő valamit el akar mondani, ő segíteni akar, ott van kinyújtott keze. Ő ott áll az ajtód előtt, az enyém előtti zörget és kopogta, csak nem tudok odafigyelni. És elsodor, mint falevelet a szél, mondja a modern könnyűzene ének,
elvisz messze, és már hiába nyújtom ki a kezem, nem érem el kezedet. Figyeltek Jézusra, aki mint főpásztor jön utánunk, megkeres minket, ölébe akar venni. És ez a másik reformáció. És ez az a reformáció, amikor az embert meg kell keresni, a családtagomat, a gyermekemet, a barátomat, a keresztkomámat. Oda kell figyelni Jézusra, mert ő megmutatja, hogy kiről kell nekünk gondoskodni, és kit kell szeretni. Van tőfakunk, járuljunk hozzá bizalommal. Ez az igazi reformáció, elindulni, vallást tenni arról, hogy én személyesen megváltott Jézus Krisztus gyermeke vagyok. Hogyha az első rész arról szólt, hogy mit jelent a reformáció vallásos téren a hit útján, akkor az ige hirdetés második része, az azt mondtam, a bátorítás kell legyen. Mert 2014-ben itt Szovátán, ha mi jó reformátusok akarunk lenni, akkor merjük elmondani azt, hogy szóla Kriszti. Egyedül a Krisztus az. Egyedül a megváltás, ami begyógyítja a fájó életedet és lelkedet. Egyedül Jézus Krisztus az, aki vissza tudja adni megvakult szemeinknek látását. Szólá Kriszti, egyedül a Krisztus az, aki ölébe vesz, ha már nem csak a lábam, hanem a lelkem is sérült és fáj. Legyünk reformátusok, megújítók, élje reneszánszát. Ez az emberiség, amikor vissza tud térni, mint rehabilitált, jogaiba visszahelyezett, akinek van joga ezért a világért imádkozni, tenni valamit Isten dicsőségére. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 476-os énekünkkel. A 476-os énekünknek énekeljük mind a négy versét, fel barátim drága Jézus zászlaja alatt.
Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, amikor kimondjuk ezt a szót, hogy reformáció, akkor nem tudunk úgy gondolni erre a csodálatos mozdulatra, hogy ne jelennének meg előttünk a történelemnek nagyjai, hősei, akik a te dicsőségedet szolgálták. Nem tudunk úgy ünnepelni, hogy ne ültetnénk magunk mellé édesanyáinkat, apáinkat, őseinket, akik a reformáció szellemében nem csak megújítottak, hanem élték a tiszta életet, azt a protestáns magatartást, amely úgy tiltakozott a világ csábításai ellen, úgy protestált rendszerek kiszolgáltató hatalmakkal szembe, hogy titokban is bezárt ajtók mögött, vagy nyilvánosan vállalva a bélyeget, elmondták, hogy ők is az ő házuk te néked szolgálnak. Köszönjük azt a hitet, amivel megajándékoztad, és azt az erőt, amit szent lelked adott, hogy egyenes gerinccel, hittel ránk hagyták a mozdulatot, a fogadalmat, hogy református magyar vagyok, amíg élek, az maradok, megígérem, megfogadom, hogy hitemet holtig vallom. Így tanítjuk gyerekeinknek, és így tanuljuk őszülő fejjel, és mondjuk önmagunknak, míg lesz erőnk, ne csak mondani, hanem megcselekedni, hogy reformátusok maradunk, megújítók, olyanok, akik nem engedjük, hogy régi mozdulatok, elfásult, eltörpült gondolatok már csak emlékként maradjanak a múltra és jövendőbe. Kérünk, adj ehhez nekünk erőt. Őrizd meg, Uram, hiszen mi nem senki ellen, nem mi mindig valaki mellett harcolunk. Te vagy a mi főpapunk, vezérünk. Add, hogy járuljunk te hozzád. Úgyhogy megköszönjük a múltat. De megköszönjük a jövendőt, amit számunkra szántál, és azt, hogy eljöttél erre a földre, hogy örökségedet, az embert kiszabadítsd, és add neki a hit szabadságát, hogy ne a félelemnek lelkét örökölje. Így áldj meg, és szentelj meg most is mindörökké. Amen. Elcsendesedett lélekkel imádkozz. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imáját. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásra várva a 449-es énekünket énekeljük. A 449-es énekünknek mind a négy versét énekeljük. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű nép.
téglajegyet vásárolni, 5 lej darabja, amivel is támogatjuk a Gondhai Metten kastélynak a rendbetételét, amit a nőszövetségnek hagytak. Ha valaki szeretne támogatást tenni kint, megteheti ezt. Mi fogadjuk végezetül az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti felétek és adjon békességet. Szent Fia, mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.